Április 11-e a költészet napja. Ezen alkalomból országszerte szerveznek irodalmi esteket, könyvbemutatókat, vagy akár költőtalálkozókkal is tisztelegnek a magyar líra előtt. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár az idei évben is fontosnak tartotta megemlékezni a József Attila nevéhez fűződő magyar költészet napjáról. Az idei évben Németh Amina helyi író mutatta be Rímterápia című kötetét, mely elmondása szerint szorosan köti apai nagyapjához, aki szintén költő volt. Talán azért ilyen hozzá közeli a kapcsolatom, mert annak köszönhetően, és hát nem köszönhetően, hogy ő már nincsen közöttünk. Az év márciusában elmúlt, hogy én szeptemberében megszülettem. Mindig keresem a másik felemet az életben, és valahogy hiányzik a kirakósomból egy darab hozzá köthető az én egész költészetem. Én úgy gondolom, hogy az ő versírói múltjának ez a folytatása. Így én azt is gondolom, hogy ő most büszkén tekint le rám fentről. A Rímterápia ötlet pedig egy egészen szívszorító, úgymond sikersztoriból fakad, és egy egész éjszakát gondolkodtam a címén. Úgy gondolom, hogy megérte, ugyanis a rímek számomra terápiás hatást nyújtanak, és annak is, aki hagyja. A Rímterápia című kötetben rengeteg verset találhatnak az olvasók, melyeket az író 4 témakörben csoportosított össze. Ezek úgy születtek, hogy én tudat alatt 4 témakörben alkottam, saját magamról, illetve a versekről, a szerelemről, a családról és a barátokról. A legvastagabb rész a szerelemről szól, én úgy gondolom, hogy a szerelem az a téma, ami nekem a legjobban megy. Nagyon szeretem a heves, szenvedélyes műveket, ez áll hozzám a legközelebb, így a mai napig sem tudok például a tájról írni. A kötet bemutatása során felmerült a mai irodalom egyik fontos kérdése, mely nem más, mint hogy mi lesz a kötetek jövője. Én úgy gondolom, hogy a kötetvásárlós régi világ már nagyon elmúlt, viszont szinkronban vele talán zajlik egy új reneszánsz az irodalomnak. Tehát, hogy ahogy sétálunk az utcán, egyre több Arany János köszön vissza telefontokokról, nagyon sok mászontáskán rajta vannak, feliratos pólókon idézett versekből. Tehát nincs lejárva az irodalom, hála Istennek. Viszont ma már az embernek nagyon mást jelent egy irodalom, egy irodalmi mű, és maga az irodalom, mint régebben az embereknek. A Kiskörösön megrendezett Magyar Költészet Napja alkalmából szervezett programokról, többek közt Németh Amina írásairól készült részletesebb beszámolónkat április 16-án Petőfi tér című kulturális műsorunkban tekinthetik majd meg.